A nemrég átadott Hamerley Parkban dolgoznak az építőipari szakemberek. A területet ugyanis nagymértékben megkárosították a májusi esőzések. A Vince utcában kialakított parkban virágágyi felületeket, kavicsos díszburkolatot helyeztek el, falépcsőket és utcabútorokat telepítettek ki. A viharok azonban szinte teljesen elmosták a kis pihenőt. A Biocom ezért úgy döntött, többek között továbbfejleszti a csapadékvíz elvezetési rendszert. Illetve hát nem csak a parknak a csapadékvíz elvezető rendszerét, hanem a park fölötti Gáspár utca, illetve Majtényi utcának a csapadékvizeit is részben elvezetjük, illetve csillapított formában fogjuk ráengedni a parknak az északi részére. Az eredeti kivitelezéseknél egy észak-dél irányú felszín alatti csapadékvíz elvezető csatorna került kiépítésre. A meglévő rendszer mellett egy kelet-nyugati irányú csatornát is kialakítanak, így csökkentve a terhelést. Arra számítanak, hogy a növényzet megerősödésével tovább fog javulni a helyzet. A tervezési időszak már lezárult, az elmúlt hetekben készültek el a kivitelezési tervek. Jelenleg már a kivitelezés zajlik, úgy tervezzük, hogy a hétvégére, jövő hét elejére ezek a munkák lényegében be is fejeződnek. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése mellett pedig a mai napon már megkezdődtek, vagy egy-két napon már meg is kezdődnek a térkövezési munkák is. A szakemberek tehát hamarosan megkezdik a térkövek elhelyezését, ami a tervek szerint biztonságosabbá teszi a helyszínt egy esetleges újabb esőzés idején.